Idén 25 éve, hogy Bátaszék város lett. Ez az egyik oka annak, hogy felállványozott fal látványa fogadja a bátaszéki polgármesteri hivatal udvarába érkezőket. Teljes belső és külső homlokzat és valamennyi épületrész minden oldala felújításra kerül. Az épület 2007-ben volt utoljára renoválva. A 2020-as költségvetés összeállításakor az elsődleges koncepció az volt, hogy próbálja az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont, ingatlanok, vagyontárgyait, ingatlanjait megóvni. És elsősorban ilyen típusú fejlesztések meghatározásáról döntöttünk. A veszélyhelyzet időszakban ugye átgondoltuk a költségvetést, de ezeket a feladatokat továbbiakban is fontosnak tartottuk, hogy megvalósuljanak, és ennek egyik állomása, hogy többek között a Városháza épület homlokzat felújítása is megtörténik, hiszen 2007-ben volt, vagy esett át maga az épület egy felújítási, külső felújítási munkálatokon. Az elmúlt 13 év egy kicsit megviselte már az épület homlokzatát, és úgy ítéltük meg, hogy ez feltétlen szükséges az állag megóvás érdekében. A munkálatok jelen pillanatban már zajlanak is, terveink szerint egy két héten belül be tud fejeződni a külső homlokzat felújítása. Emellett természetesen más önkormányzati tulajdonú épületek felújítása is meg fog történni ebben az esztendőben, hiszen a döntésünk értelmében a Budai utcában a gondozási központ épületi tetőszerkezetét, valamint a gyermekorvosi épület tetőszerkezetének felújítását is el fogjuk végezni. Itt is az előkészületek már zajlanak, az anyagok megvásárlása megtörtént, a munkálatokkal szeretnénk szeptember végéig végezni is. A költségvetés összeállítása során határozzák meg, hogy milyen felújítási munkálatokat vagy beruházási feladatokat szeretnének megvalósítani. Évelején van egy ilyen egyeztetés, felsoroljuk, hogy milyen fejlesztési felújítási elképzeléseink vannak, azokat megpróbáljuk beárazni előzetesen, és akkor van egy meeting, hogy összeszedtünk 150 milliónyi fejlesztést, fölállítunk egy prioritást, ezt mondjuk lefaragjuk egy bizonyos mértékig, és azzal kezdődik a költségvetés tervezése. Az egyeztetések során döntöttünk úgy, hogy ezek az intézményfelújítási feladatok független attól, hogy a veszélyhelyzet miatt át kellett a költségvetést csoportosítani, valósuljanak meg ebben az esztendőben. A javasolt fejlesztések fontossági sorrendjét közösen állítja fel a képviselőtestület, de hogy azokból mi valósulhat meg, azt a hozzájárulások, támogatások, bevételek, vagyis a befolyt pénz dönti el. A hivatal felújításának nem csak esztétikai és állagmegőrzési oka volt. Az ember, amikor bejön egy városházára, az első kép, amikor megnézi, hogy na, hogy néz ki maga az épület. És ezt a benyomást azért szeretnénk fenntartani. Ugye ez elsősorban azért is került be, ugye, mert idén 25 éves a város. Tehát egy kicsit így is szerettük volna a jubileumot megülni, mert ugye a terveink szerint itt július első hétvégén egy nagyszabású 25 éves jubileum ünnepség lett volna. Városháza helyszínen, stb. Hát ebből sok minden elmarad, de legalább az épület felújítása az megtörténik. Bátaszék városá avatásának 25. évfordulójára tervezett ünnepségét a veszélyhelyzet miatt nem tudták megtartani, de a város építésével és szépítésével nem álltak le.